Ez a heti utolsó adás a Kanizsa Caféból. Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Hát elérkeztünk ahhoz a ponthoz is, amikor sok-sok történet és érdekesség a hajómodellek, és úgy egyáltalán a modellezés világából után arról a világbajnokságról beszélünk, amely augusztus 18-án kezdődik itt, Nagykanizsán, a Csónakázótónál. A keddi felállás tért vissza péntekre, vagyis velem szemben dr. Lexikov Gábor, Lexikov Zsolt és Dencs Bence. Szervusztok ma is! Péntek van, bár itt kedd, még egészen pontosan, vagy lehet, hogy hétfő, mikor rögzítjük ezt? Hétfő, ma egyébként hétfő van. Na mindegy, a lényeg az, hogy készültök erre a világbajnokságra. Az, hogy ezt ismét az Egyesület rendezi, Nagykanizsa rendezi, Magyarország rendezi, van-e szerepe annak, hogy tavaly az Európa-bajnokság mindenfajta visszajelzés, visszhang és értékelés alapján kifejezetten jól sikerült, már ami a rendezést illeti? Egyértelműen. Tehát a Nemzetközi Hajómodellező Szövetség mindig egy 10 pontos skálán pontozza a rendezvényeket. Mi 9,8-at kaptunk, és hát azért csak 9,8-at, mert 10-et nem akartak adni. És azt tényleg mondhatjuk mindenféle nagyképűség nélkül. Volt 2-3 olyan apró dolog, amire az idei évben változtatunk, és ezt megjegyezték, hogy esetleg ott még lehet finomítani. De mindazok ellenére, hogy gyakorlatilag ez volt az első ilyen nagy méretű nemzetközi versenyünk, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült ezt megszervezni. Természetesen köszönhetően annak is, hogy mi is részt vettünk már azért jó pár világversenyen, ahol még ha versenyzőként is, de láttuk, hogy mik azok a gyenge pontok, vagy mik azok a problémás pontok, ahol lehet javítani egy ilyennek a szervezésén, és én úgy gondolom, hogy ezért ez elég jól sikerült. Már a tavalyi év, már az Európa-bajnokság során egy-két nap után már elkezdtük hallani a versenyzőktől, hogy hú, milyen jó lenne, ha mi szerveznénk a világbajnokságot is. És gyakorlatilag az utolsó nap, illetve a versenynek a záró ünnepén megkaptuk a hivatalos felkérést is a Naviga vezetőségétől, tehát a Nemzetközi Hajómodellező Szövetség vezetőségétől, hogy az idei évben, illetve tehát a 2017-es évben, ha lehetőségünk van rá, akkor szervezzük meg ezt a versenyt. Hát ez fölhívás keringőre, ez elől ugye nem mindig elugrál. Azért természetesen... gondoltatok arra, hogy kvázi kandidáltok, pályáztok az EB után? Szerintem gondoltunk, csak nem ennyire gyorsan. Két éve Lengyelországban voltunk kint a világbajnokságon, és akkor a szövetség vezetőivel leültem tárgyalni, a német barátom segítségével, mert ő jól beszél, ő, aki magyar, igazából Németországban él, nagyon jól beszél angolul, franciául, és a vezetőséggel leültünk tárgyalni, és mondtam neki, hogy nekünk van egy picike kis versenyünk, Surdon, ami eddig a négy visegrádi nemzetről szólt, négy nemzet kupa néven futott egy versenysorozat, és mi ezt egy kicsit szeretnénk tágítani. És akkor mondták, hogy csinálj világbajnokságot. Aha, mondtam, köszönöm, ez nem úgy működik. És akkor mondtam, hogy akkor ezt nekünk mi még itt ezen nagyon sok mindent át kell beszélni, és mondtam, hogy majd akkor a világbajnokság vége felé, pár nap múlva erre vissza fogunk térni. A magyar csapattal ott akkor leültünk beszélni, leültem és mondtam nekik, hogy gyerekek, ők hallottak erről a négy nemzetről, tudják, hogy milyen, és hogy én úgy gondoltam kis naív, hogy jó, hát akkor majd egy kis Közép-Európa kupa, vagy valami ilyesmi versennyel megkínálnak minket, és mondták, és akkor mondtam nekik, hogy a VB-t ajánlották föl, és akkor mondta az egész magyar csapat, hogy akkor hát azért nem úgy van, hogy ide az oroszlánt nekünk, akkor maximum vállaljunk be egy EB-t. De hát, mert mindenki úgy gondolta, hogy egy Európa-bajnokság kisebb. Hát kiderült, hogy az Európa-bajnokság csak annyival kisebb, hogy 5 nemzettel van kevesebb. És hazajöttünk, polgármester úrhoz kértem egy időpontot, bementem, és polgármester úr legnagyobb megrökönyödésére, hogy hú Zsolt, akkor most akkor erre én mit mondjak? Hát mondom, polgármester úr, eljön a szekció vezető szeptember-október körül,
és akkor utána, akkor tárgyaljunk vele. Leültünk, eljött a belga úriember, leültünk államtitkár úrral beszélni, ő volt akkor, ő képviselte akkor a környéket, a várost és a területet, és akkor mondta a belga úriember, hogy minden nagyon szép, mindennel nagyon meg vagyok elégedve, de kellene egy stég. És akkor a tavalyi és a tavaly előtti év arról szólt, hogy, hogy azt a stéget megcsináljuk, a város megfinanszírozza, és akkor azt mondtuk, hogy akkor ha a város is bevállalja, akkor mi, nekünk kutya kötelességünk ezt az Európa-bajnokságot megrendezni. Megrendeztük, és akkor amikor tavalyi évben visszaadtuk a zászlót, hogy köszönjük szépen a Nemzetközi Szövetség zászlóját, visszaadnánk, és a világbajnokság lebonyolítójának legyenek szívesek továbbadni, akkor visszaadták akkor, nektek. Akkor mondták, hogy ők azért ezt nem vinnék olyan messze, elteszik, de ezt jövőre szeretnék ide visszahozni. Mondtuk, hogy hát azért mi még egyet aludnánk rá, olyan jó magyar szokás szerint azért aludnánk rá, egyet pihennénk rá, és akkor tavaly októberbe leültünk ugye az egyesület először, és úgy gondoltuk, hogy érvek ellenérvek alapján úgy gondoltuk, hogy igazából összeállt mindenünk. A komplett papír dolgunk megvan, amit ehhez kell. A nevezésen ezen és ezen és ezen egy kicsit változtatunk, de működni fog, mert eddig is működött. Miért nem? Azt mondjátok meg nekem, hogy M hajóosztály, ugye? Jól jegyeztem meg. Milyen versenyre számíthatnak azok, akik augusztus 18-tól, akkor ugye még nem versenyeket, hanem csak kvázi gyakorlásokat, pályabejárást, ha szabad ezt fogalmazom, láthatnak a nézők, de következő nattól 19-től már élesben repesztenek a hajók. Mit láthatnak, kiket láthatnak, milyen lesz ez a világbajnokság? Gyakorlatilag a verseny folyamatosan két stégen fog zajlani. Az egyik az mindig ugyanaz a stég, ez a bizonyos modellező stég a csónakázó tavon. Ahogy Zsolt is elmondta, ez a tavalyi évben teljesen felújításra került maga a betonszerkezet. A fa szerkezetet azt az egyesületünk építette újra, illetve újította fel, és az idei évben pedig a bírói toronynak a felújítása is szintén a város segítségével és az egyesület közös munkájával készült el. És gyakorlatilag ezen a stégen folyamatosan a verseny 10 napja alatt folyamatosan reggel 8-tól délután 5-ig futamok lesznek. Illetve a másik két stég, az egyik az a Szigetről megközelíthető, a másik pedig a, hát a régi csónak kölcsönző büfé területén, illetve az előtt elhelyezkedő partszakaszon lesz elhelyezve. Itt pedig naponta, napi váltásban fognak kategóriák versenyezni. A nagy stégen ott azok a kategóriák versenyeznek, ahol egy futamban több hajó, 6 hajó vagy 8 hajó szerepel, tehát ott a klasszikus versenyzéses számok lesznek. A másik két stégen pedig a sebességi, illetve a navigációs kategóriák. Mind a kettőnél a versenyző egyedül van a pályán, és az órával versenyez, tehát az adott pályát kell minél rövidebb idő alatt teljesíteni. Gyakorlatilag a versenyprogram az véleményem szerint elég színes lesz, tehát aki kilátogat, az mindig két stégen akár bármikor be tud csatlakozni, és meg tudja tekinteni ezt a dolgot. Illetve készülünk egy ilyen meglepetéssel, ami más országoknak lesz meglepetés, hiszen mi ezt most már egyszer-kétszer kipróbáltuk, egy speciális futamot indítunk, illetve iktattunk be a versenybe, ugyanis ugye a nemzeti ünnepünk augusztus 20-a az beleesik ebbe az időszakba, és úgy döntöttük, hogy valahogy ünnepeljük meg, és ez egy éjszakai futam lesz, amit kitaláltunk, ami kivilágított hajó modellekkel, illetve kivilágított pályán fog történni. Hát ez nagyon látványos, ezt két héttel ezelőtt egy versenyen egy este kipróbáltuk újra, mert pár éve már rendeztünk egy ilyen futamot. Hát elég látványos, mert hogy a bójákat az gyakorlatilag egy-egy LED képviseli, és a hajókon is szintén egy ilyen eléggé
tehát kis teljesítményű LED világítás van, ami aztán nagyon látványosra teszi ezt az egészet. Én se hittem el először, hogy lehet így vezetni, és lehet így közlekedni. Lehet, de azért odafigyelés és koncentráció. Hány nemzet, hány versenyző? Várhatóan. Hát ebből Bence tud pontosan, ő az adatbankunk ebből a szempontból. Jó, akkor nem ez a kérdés. Ugye a Kanizsa Café olyan, hogy beszélünk folyamatosan nagyon komoly dolgokról, meg néha vidámak is vagyunk, és hát nagyon sok a személyes történet. Akkor a személyes részét kérdezem, a VB szervezéséből ki, mivel és hogyan veszi ki a részét, akkor ki fog derülni, hogy Bence tud erre a kérdésre válaszolni, és akkor majd közvetlen tőled kérdezem meg. Jó, akkor most akkor kezdjük inkább úgy a kört, hogy ki hogyan nyomul a szervezés során, és miben? Hát mondhatom, hogy talán tehát a szervezésnek mindig más fázisának mindig más az irányítója. És talán én vagyok az, aki ezeket a fázisokat úgymond egymáshoz rendezem, és sorba rakom, de azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a szervezésnek a szoros magját azt 3-4 ember végzi. Zsolt az, tehát én magam akkor magamról elmondva, én ténylegesen a különböző területeknek a munkáját koordinálom, illetve ezt hangolom össze, és tartom a kapcsolatot a szövetséggel, a nemzetközi szövetséggel, és hát ennek mindenféle ügyes-bajos dolgaival, illetve gyakorlatilag a csapatvezetőknek, ennek a jó pár országnak a csapatvezetőjével tartom folyamatosan a kapcsolatot, és a nevezéssel, először ugye a nevezéssel, aztán mindenféle ügyes-bajos problémákkal is engem találnak meg. Itt ilyen egészen egyszerű dolgokra is gondolok, hogy például nagy problémát okoz robbanó motoros kategóriákban, mondjuk egy kínai versenyzőnek, aki repülővel érkezik, az üzemanyagot nem hozhatja repülővel, tehát akár ennek a beszerzése ilyen egészen egyszerű dolgoktól, akár olyanig, hogy egy bankettnek a szervezéséig, szinte minden, azt mondom, hogy a hatáskörömbe tartozik, de ezt inkább úgy mondom, hogy én próbálom azoknak összeszervezni a munkáját, akik az egyes részfeladatokat oldják meg. Nekem igazából az a dolgom, hogy ezt az egész versenyt valahol összefogjam, és igazából, hogy azokat a személyes kapcsolataink révén ezt a versenyt valahol eladjam, idézőjelbe eladjam. Személyes kapcsolattartás polgármester úrral, államtitkár úrral, szponzorokkal, és az egyéb ilyen a Magyar Modellező Szövetség elnökségének, mint elnökségének tagja, magának a szövetség fele, a Magyar Modellező Szövetség fele az ügyeknek az intézése, az ottani dolgoknak a futtatása. Például értem ez alatt, hogy a külföldi versenyzőknek vízumkérelem és egyéb ilyen dolgokat, például azokat a részét oldom meg én a versenyzés, vagy ennek a versenynek. Illetve ne felejtsük el, hogy Zsolt még nagyon szerves részt vállal abban, hogy a helyi logisztikát, illetve úgymond közműveket, ezeknek a biztosításában is ő azért nagyon nagy részt. Tehát maga a technikai, igazából én a technikai lebonyolításáért felelek a versenynek. Bence? Én meg az informatikai hátteret csinálom, honlap, nevezések, az egésznek a rendszerezése, e-maileknél, az e-mail címeknek úgymond én vagyok a másik oldala, aki válaszol. Néha nyugodtan, néha kevésbé nyugodtan, illetve hogy a szervezés közben valami olyan, valami nem igazán tetszik, akkor én vagyok az, aki mind a kettőjükkel szeret vitatkozni. Ami néha tetszik nekik, néha nem, de hát ilyen is kell. És ha már a nevezésekkel foglalkozol, akkor hány nemzet, hány versenyző körülbelül? Ha jól emlékszem, akkor 16 vagy 17 nemzet, 234 versenyzője fog részt venni. Ez már végleges adat, vagy ez még változhat? Ez a végleges. Jelen pillanatban a végleges adat. Ez a jelenlegi végleges. Igen, hát ez azt jelenti, ez a 234 versenyző, hogy olyan 630 és 650 közötti hajószám. Tehát, hogy annyi hajót hoznak kézzel, úgymond a versenyzők is fognak részt venni. Ami azért egy nagyon magas szám, tehát még nem mondhatjuk ki, de valahol közelítjük valószínűleg a legnagyobb résztvevő számú világbajnokságot. Ez lesz a Navigának a 19. világbajnoksága, tehát most már elmondható, hogy közel 40 éves történetre tekint vissza ennek a
szekciónak a külön világbajnoksága, hiszen azelőtt a többi szekcióval együtt közös világbajnokságot tartottak. Tehát ez a 19. világbajnokság, és ha minden jól megy, ez lesz az eddigi legnagyobb nevezőszámú. 234 versenyző. Versenyző. Kísérőkkel együtt, barátokkal együtt, nem tudom, hogy hogy szok. Nem. Kérdés maga az lesz, hogy ez körülbelül hány vendéget szerintem, jelent? Szerintem valahol 1000 környéke? 750 és 1000 környéke lesz. Vannak olyan csapatok, itt mondjuk érdemes elmondani ilyen nagy létszámú csapatokat, mint a kínai csapat vagy az orosz csapat, ahol nem csak a versenyzők érkeznek, hanem a versenyzőkkel érkeznek a saját versenymérnökök, az edzők, azok az emberek, akik csak a depónak a felállításájára, a szerelésére és egyébért felelősek. Vannak ilyen, hogy mondjam, jó lehetőségekkel rendelkező csapatok, aztán vannak jóval szerényebb csapatok, például a szlovénektől egy versenyző érkezik, de ugyanilyen a tájföldi csapat, ahonnan szintén egy vagy két versenyző érkezik. Tehát azért vannak kisebb és jóval nagyobb csapatok. Azon gondolkodom, hogy idejön 1000 nagyjából ember a világ, majd most már Tájföldtől Kínán keresztül már nagyon sok mindent említettetek, a világ majd minden pontjáról, és ez az 1000 ember nyilván, ahogy vége van a világbajnokságnak, haza is megy. És ugye annyiszor szoktuk mondani, néha frázisként, néha meg komolyan, hogy és elviszik a világbajnokság, a verseny Nagykanizsa és Magyarország jó hírét. Szerintem ez a zseniális és óriási ebben, de innentől kezdve folytassátok a gondolatot ti, hogy mit profitálhat ebből, mert ugye sajnos ilyen a világ, hogy ezt meg szoktuk egymástól kérdezni, hogy mit nyer ezen a város, mit nyer ezen a közösség. A nyer szó az most nem a profán értelemben, hanem egy kicsit magasztosabb értelemben. Mi lehet a hozadéka mondjuk Nagykanizsa számára, vagy Magyarország számára, vagy a magyar modellezés számára, akárhogy föltehetem a kérdést. Ezt el lehet mondani, itt van az úszóvilágbajnokság most, amit per pillanat rendeznek, el lehet mondani, hogy mennyi pénzbe, és hogy mit lehetett volna még ezen a pénzen venni, vinni, csinálni. Van neki egy másik oldala, amit én nem vagyok egy gazdasági szakember, de az idejövő emberek, azok itt költik el a pénzüket, és ahogy mondják, hogy az még következő 3-5 évben meglátszik a turizmuson, aki itt fogja elkölteni a pénzét. Tehát az 1000 ember, aki csak erre a világbajnokságra jön, az 13 napra itt foglalt Nagykanizsán szállást, vagy a környékén. Hát ez a közvetlen. Ez csak a közvetlen. Azért tényleg olyan résztvevő számot jelent, hogy a kínai csapat utólag jelezte, hogy ő szeretne még két embert hozni. Már problémás volt a szállásfoglalás. Tehát ha tényleg ennyire lefordítjuk, akkor ténylegesen azért azt mondom, hogy a helyi idegenforgalmat, illetve a helyi szállodai és vendéglátóipart, én úgy gondolom, hogy azért ez egy picit meg fogja lökni és meg fogja erősíteni. Illetve én hozzátenném azt, hogy mindenféleképpen a mi egyesületünknek is egy nagyon nagy presztízs értékű dolog ez, hogy a Magyar Modellező Szövetség is minket talált erre megfelelőnek. Illetve azért sokat elmond arról, hogy a tavalyi Európa-bajnokságot is tekintve nem számítottunk ennyi nevezőre, és nagyon sok mindent elmond az, hogy az országok, úgymond a keretüket, amit kitölthettek, nagyon kevés az az ország, ahol maradtak szabad helyek. Ez azért azt jelenti, hogy a versenyzők jönni akartak, jó híre volt a versenynek, az idén még többen jönnek. Hát közel dupla, tehát az Európa bajnoksághoz képest közel duplája lesz a... Nem közel, több mint duplája. Több mint duplája a résztvevő szám. A számok birtokosa. Igen, így van. Ha azt mondanánk a jövő héten, hogy mi a következőt is bevállalnánk, akkor azt mondták, hogy... Ez azért mindenféleképpen azt jelenti, hogy egyfajta... Ez egy elismerés. Előfordulhat, az játszunk el a gondolattal, hogy itt a záró ünnepélyen megint jön a Muki, és azt mondja, hogy nem. Most már azért rebesgetik, és azért mindig elindulnak. Ezért is volt fura
hogy mi rendezzük, és ez így tavaly derült ki, mert azért mindig már az előző világbajnokságon elindulnak a találgatások, illetve hogy ki lesz az, akit a Naviga felkér, illetve kiben van hajlandóság, illetve kinek van lehetősége megrendezni a következő világbajnokságot. Most jelenleg a cseh csapatnak van, én úgy érzem, hogy erős esély arra, hogy a csehek lesznek a következő rendezők. Az a mi szempontunkból jó, mert nem kell messzire utazni. Ez majd, így van, amikor mondjuk sokkal jobb, hogy Kína lenne ugye? A szervező. Igen, tehát ez mindenképpen fontos számunkra. Nagy valószínűséggel mindaddig Prága lesz a következő. Ők most jelen pillanatban, a csehek ide jönnek hozzánk tanulni. Ez így van, tehát... Bevállaltan és elismerteni. Olyan szinten, hogy azt mondták, hogy a technikai zsűrizésben, amit eddig tavaly a saját csapatunkból oldottunk meg, ők azt mondták, hogy ők szeretnének beállni segíteni, önzetlenül a közösségi szolgálat mellé, hogy akkor ők még ezt szeretnék bevállalni, mert meg kell tanulni, és ők itt szeretnék ezt megtanulni tőlünk. Mondjátok meg nekem őszintén, és lassan elfogy a műsoridőnk, még kettő kérdésre válaszoljatok. Egy, hogy a versenyszervezést és rendezést hogyan lehet ezen a professzionális szinten elsajátítani, megtanulni, hogy egy EB után itt hagyják az ászlót röviden. El kell menni és tanulni kell. Tehát most lehet frázisokba pufogtatni, hogy itt magunk és most csináljuk, nem látunk semmit. Tehát amikor már úgy mondom, hogy ugyanazt a sarat tapossuk már harmadik éve, vagy negyedik éve, vagy ötödik éve, és nem megyünk el ki, vagy egy másik városba nem megyünk el tanulni, akkor abból nem lesz. Tehát a régi célegény effektus. Így van, el kell menni és tanulni kell. Valameddig eljutottunk, utána elmegyünk és hazahozzuk. Így van. Mi kezdetektől fogva, tehát gyakorlatilag mióta modellezünk, egyszerűen azért, mert nagyon kevés volt a verseny, kezdetektől fogva szerveztünk kis versenyeket. Volt olyan, ami nem volt több ember, mint 15-20 ember, de megszerveztük. Valahol itt indult az egész, egyre-egyre szélesedett, illetve hozzátartozik az, hogy a 2000-es évek, tehát 2007-2008 környékén volt egy nagyon nagy mértékű fellendülés is az egész magyar modellező életben, és egyre több lett a versenyeknek a résztvevő száma, és hál' Istennek egyre többen értük el azt a színvonalat, hogy tényleges reményekkel indulhattunk külföldi versenyeken is, és aztán tényleg ott láttuk azt, hogy így is lehet, ezt is lehet, és szerintem ez segített minket abban, hogy aztán elmerjünk vállalni egy ilyen versenyt, megszervezzük, és azért hál' Istennek a visszajelzések szerint jól. És nem beszélve olyan háttér segítségekről, mint például a Bence párja vállalja például a közösségi szolgálatosoknak az összefogását. Az az e-mail cím, amit látható lesz, és látható volt a héten valamelyik nap, az ő hozzá fut be, ő szedi össze ezeket a gyerekeket, ő rendezi, ő nélkül sem menne. Tehát a közösségi szolgálat nélkül sem menne. A végére megint személyes, egy hónappal nagyjából a start előtt egy-egy választ kérek szépen. Hol van az adrenalin szintetek? Még alacsonyan. Még alacsonyan? A türelmem már kezd el fogyni, de még alacsonyan van az adrenalin. Mikor fog emelkedni? Majd amikor ott leszünk előtte egy-két nappal. Így van. Akkor nagyon, és amikor majd elkezdődik maga a verseny, akkor visszaesik. Aztán majd amikor 10 órakor ránézek az órámra, és azt látom majd, hogy 10 órakor állunk neki annak, aminek 10.30-kor már neki kell, 9.30-kor neki kellett volna állni. Na akkor megint fölmegy majd, és a nap végére majd újra lenyugszik. És ez majd szépen minden nap így megy. Aztán majd a végén jól egymásnak borulunk, hogy igen, megcsináltuk. Más válasz? Így vagyunk vele. Így vagyunk vele mindannyian. Mindig vannak ilyen részfeladatok, amit kottára időre azért el kellene végeznünk. Lehet, hogy még csúszik egy-két napot, lehet, hogy azért, de azért megvannak, el vannak rendezve. Most innen elmegyünk, és akkor utána egy szervezési csapat ülést tartunk. Elszámoljuk, mi hol tart. Igazából még az adrenalunk nem. Ez az a sima bicikli effektus. Be kell rúgnunk ezt a, úgy mondom, a biciklit, el kell indítanunk az első két nap a világbajnokságot, akkor utána úgymond valamelyest lefogásni ez az adrenalin szintünk, kicsit megnyugszunk, hogy igen, működik, majd jönnek egy-két olyan versenycsapat, akikkel úgymond állandó problémák vannak,
délszlávok, egyéb kollégák, de mondhatunk nyugat-európai csapatokat is, akiknek soha semmi és soha akárhogy is, akkor azért csak elszállunk, egy-egy éjszakát átdolgozunk, egy-egy úgymond közös, erélyesebb megbeszélés egymás között azért az elhangzik, de azért... Ez most azért, én úgy érzem, hogy eufémizmus volt, tehát ahogyan megfogalmaztad. Igen. Csak hogy jól érzem. Igen, teljes mértékben jól érzed, és akkor azért majd el fog jönni annak az záró ünnepségén, amikor megint visszaadjuk az ászlót, akkor majd meglátjuk megint, hát szerintem ugyanaz, mind a tavalyi év. Én igazából onnan látom, hogy közeledik a verseny, hogy a beérkező e-mailjeim és telefonjaim száma az így exponenciális növekedésnek indult most már. Tehát most már a napi 10-12 telefon és mondjuk ugyanennyi e-mail az úgy most már megvan, és ez ténylegesen folyamatosan növekedni fog egészen addig, amíg tényleg a verseny előtti egy hétben ott már tényleg online. Tehát tavaly például nagyon jól mutatta, hogy már nem telefonáltunk, hanem rádióztunk, mert annyira közvetlen és folyamatos kapcsolatra van szükség, hogy amikor már percre be van mindenkinek az ideje osztva, hogy mikor, hol kell lenni, amikor már előző este megírjuk azt a listát, úgymond egymásnak, hogy ekkor itt kell lenned, akkor ott kell lenned, azért, hogy semmi nem maradjon el, sűrűsödik, de... Lassan szépen az úgy a nyitó ünnepségig, az fel fog torlódni, és akkor az első két nap az nagyon sűrű lesz, a mi számunkra is. Tavaly is így volt, és akkor utána le fog csendesedni. Mit mondtatok a 10-es skálán? Ugye 9,8 volt az osztályzata az Európa-bajnokságnak. Na hát akkor azt kívánom, hogy legalább 9,8 legyen a világbajnokságon is, és akkor szerintem ti is elégedettek lesztek, meg a Naviga is, meg az összes itt lévő is. Augusztus 18-ától tehát hajómodellek, M hajóosztálya csónakázótónál két stégen, és még 20-án egy izgalmas, és itt Kanizsán soha nem látott, ugye, jól mondom, éjszakai verseny is belefér a programba. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hajómodellező világbajnokság szervezőjének mit kell kívánni? A kéz- és lábtörést az azt hiszem, hogy akadályozná a munkát. Mi a helyes? Gondolja meg. Gondolja meg, aki ebben szerint, de szerintem múlt héten a Vincével is beszélgettél, szerintem a Vince is valahogy így van, hogy amikor már majd az áró ünnepség lezajlik, akkor ő is leül és elgondolkodik, hogy biztos akartuk mi ezt? Szerintem biztos, és aztán nyilván ezt fogjátok mondani az áró ünnepség után, amikor már tudtok aludni is egyet. Szerintem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Híradóinkban még egyébként Vincéjék versenyéről is, erről a világbajnokságról is folyamatosan kapnak tájékoztatást, érdemes tehát figyelni a Kanizsa televíziót is, ha információhoz szeretnének jutni. Köszönöm szépen a heti figyelmüket, hétvégén ismételjük a Kanizsa Cafét nektek még egyszer, hogy itt voltatok, jövő héten kettől pedig új téma, új vendég, illetve vendégek itt a Kanizsa televízió műsorán. Kellemes hétvégét, és vigyázzanak a hétvégére is, kánikulát ígérnek, vagy a vízben, vagy otthon a hűtött szobában, esetleg a meleg szobában, valami hideggel a hűtőszekrényből, mást nem mond. Mondhatok mondjuk almalével, lehet frissíteni magunkat, viszontlátásra, minden jót! A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.